Mi nők gyakrabban gondolunk a romantikára, mint a férfiak. Ez valószínűleg a lényünkből is fakad. Na, akkor fogjunk is hozzá, rendben? Most van valakid? Igen, van egy. Egy komoly udvarló. Te egy nagyon jó pasi. Biztos jó az ágyban. Akkor van, megmutatod a hálószobádat. Csak előbb leszedem az asztalt, elmosogatok. Most? Nekem egy normális férfi kéne. Ennyi idős koromban én minden gyereket megvertem. Mi ez? DNS-ek a pipacsok között. Mi van már? Ez is benne van a magazinokban, hogy mikor lehet a gyereknek DNS-t mutatni? Holnap délután 2-kor tudnál engem helyettesíteni hittanon? Tehát 7-től ünnepeljük az évfordulónkat. Találtam egy internetes oldalt, amit ő nézegetett. Ja, lehet, hogy csak simán maszturbál, agyban kirándul. De ha meg akarod tudni az igazságot, ahhoz egy kicsit nyomozni kellene. Mit csináljunk a hétvégén? Jó lenne valami romantikusat kitalálni. 4 orgazmust kérek. Kicsi vagy nagy orgazmus? Vonzónak találsz. Ne haragudj, lehet, hogy nem lesz egyszerű velem. Azt értem, mert vonzónak találsz. Kezdjük el végül a kalandokat. Szóval, hogy én ezt egészen komolyan gondolom veled. Nagyon kedves vagy. De én már szülni is szeretnék hamarosan. Bassz meg, nem találom a fülem. Hozz elem lámpát! Nézd, ez... Ez nem az, ez egy gomba. Kezdődhet a parti, srácok! Na, kit humant le? Én készen állok. Fogakat összeszorítani.